Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A téma, hogy mi blokkolja őt. A videó végén lesz egy felvétel, ahol feloldjuk az ő problémáit, ami őt blokkol. És a videó alatt van egy link egy másik videóhoz, ami sokkal hosszabb, de ott is arról van szó, hogy feloldjuk ezeket a nehézségeket, ami őt blokkol. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt ez a kígyó. Jelentheti a változásokat, a megújulásokat, de minden olyan átláthatatlan, vannak félreértések, akkor is, ha ő benne van ebben a transformációban, mégis olyan nehéz kilépni ebből a helyzetből. A kígyó az jelentheti a gyógyító erőt is, vagy utalhat betegségekre, lehet, hogy nem nála, hanem valaki beteg a családban, ott is vannak nehézségek, félreértések, nem lehet tudni, hogy mi a kimenetel. Ez a kígyó lehet egy nő is, itt minden átláthatatlan, vannak viták, veszekedések, félreértések, sőt, a kígyó alatt megjelenik a ravasz róka, utal a hamisságra. Lehet, hogy ez a nő becsapta, vagy hazudozik neki, minden esetre blokkolja, hiszen neki problémája van ezzel a nővel. A kérdés csupán az, hogy ki ez a nő. Ez lehet a volt társnője. Az is lehet, hogy még benne van egy párkapcsolatban. Lehet a feleség is. Vagy a volt feleség. Ez a nő lehet valaki a családból is. Az anyukája, vagy a testvére. Vagy lehet egy hamis barátnő, vagy egy hamis kolléganő, az is lehet, hogy van főnöknője, és ott vannak nézeteltérések. Ez a férfi megjelenik itt kétszer. Itt ebben az öltönyben kimutatja azt, hogy úton van, vannak kereskedelmi kapcsolatok, vagy dolgozik, utal a munkájára. De ott is vannak nehézségek, hiszen előtte ott van a ravasz róka, és ez a kasza le akar zárni valamit. Lehet, hogy ott akarja hagyni a munkahelyét, hiszen nem érzi jól magát. Sőt, itt megjelennek az utak, ezek lehetnek találkozások is, vagy hogy útban van, vannak kereskedelmi kapcsolatok, itt láthatóak a beszélgetések. Amit az utak még jelenthetnek, ezek a döntések, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Le akar zárni hamis kapcsolatokat. És szeretne valamit változtatni, ami a kereskedelmi dolgokat illeti, vagy lehet egy munkahelyi változás is. Itt lesz majd mozgás, de jelenleg ez is blokkolja őt, hiszen fáradt és kimerült. Ami az ő vágya jelenleg, hogy kipihenje otthon magát, utal az ő visszahúzódására. De vannak feladatok, vannak munkák, amit meg kell oldania, tehát nem engedheti meg magának azt, hogy otthon maradjon, akkor is, ha ez adna erőt számára. De mégis megvan a bizalom, hiszen itt a csillagok jelentik azt, hogy minden jóra fordul, és ez a szerencse közeledik hozzá. A ház az jelenthet egy stabil párkapcsolatot, vagy hogy ő szeretne valamit kiépíteni, de utalad az otthonára, a családra is. És itt lesznek változások, hiszen a gólya jelenti a változásokat, gyakran jelent költözködést. De így még a tél idején nincs meg ahhoz az ereje,
hogy megvalósítsa ezeket a terveket. Sok a munkája, sok a stressz, nem érzi jól magát a munkahelyén, vannak gondok ezzel a hölgyel, valaki becsapta őt, fáradt és kimerült, vissza akar húzódni, itt ki akarja pihenni magát, de vannak dolgok, kapcsolatok, amit meg kell oldania. Kell egy kis türelem, amíg itt lesznek változások, de a téli hónapokban vannak még nehézségek, vagy valami még blokkolja őt. És most áttérünk erre a videóra, ami segít abban, hogy feloldódjanak ezek a blokkok, és a videó alatt van egy link, és az a hosszabb verzió, ami segít abban, hogy feloldódjanak ezek a blokkádok. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!